I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norbi vagyok, és most be fognak mutatni ezt a kocsit, ami a Benefactor Dubsta névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Na hát akkor armor, fék. Na nézzük az első lököseket. Hát én mondom, nem lokálytok vannak rá, nem ilyen rácsok. De mi hagyjára nem néznek ki rosszul. Hát van, nagysabban ez néz ki. Azt lökjük is rá. Hát hátul nem fog kapni semmit az autó, mert eléggé csúnyán néznek ki szerintem. Na kipufogó. Hát legyen ez a dupla. Na hát nekünk ez sem kell, akkor ez a hűtőrács. Ez marad az alap, mert ott rajta van az embléma. Akkor ezt sem kell. Akkor a lámpa. Neon. Hát a neon az... Nem is tudom a héten milyen legyen, mert nem tudom milyen szín lesz az autó. Legyen egy zöld. Na és jött az autó színe. Mi a feketében jól néz ki. Na nézzük, hogy még azért milyen színek illenének ehhez az autóhoz. Még a zöld sem olyan rossz. Hát a barna is megy úgy, ahogy... Szerintem marad ez a fehér. Nem lakok rá semmilyen más szint, ez tökéletes. Na akkor a teteje. Hát ezt rárakjuk ezekkel a lámpákkal. Na ez mi? Aha, ilyen kis kilépő. Ez fekete lett, vagy ilyen krómos. Legyen ez a krómos. Leültetjük. Már rárakni egy cuccost ide hátul, ezt rárakjuk. A váltó, turbó. Na is kap egy fent is a Verda. Még az nem néz ki vele rosszul, de nézzünk még azért. Vannak itt, amik nem néznek ki vele rosszul. Például ez is. De ez jobb ez az utolsó, az jól néz ki. Ez is fehér lesz most. És a gombi füst az meg legyen mondjuk. Legyen zöld. Na és akkor megyünk egy versenyre, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez az autó. Na akkor itt is vannak a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud a Dubsta. Hát korábban mentem már itt a lámpalati Novákkal. Azzal, hogy 45-3-as kör tudtam menni. Ezt majd meglátjuk, hogy mit tudunk. Hát egyelőre a gyorsulás az nem az igazi ennek az autónak. De hát majd meglátjuk, hogy mit tud a továbbiakban. Valamely nincs meg úgy a tempója. Nézzük egy kanyarodást. Itt bele kellett emelnem, hogy be tudjak kanyarodni normálisan. Szóval a kanyarodás sem mondható a legjobbnak. A sebesség is meg nagyon. Hát ezt már most mondhatom, hogy ezt az autót ezt versenyre egyértelműen nem ajánlom. Nagyon lassú. A kanyarodni sem kanyarodik úgy igazából jól. De még az valahogy tűrető. Meg a végsebessége sincs meg, szóval ezt versenyre egyértelműen nem. 51-3-at tudod csak. Hát én egyetlen viszont már ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkolod, iratkozz fel, hogy kövess a Twitch-en. Facebook oldalon mindent lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!